Na, hello mindenkinek! Most hetekre osztottuk az epizód számokat. Ezen a héten ez lesz a harmadik epizód, és jön a negyedik epizód, majd a hosszú hadjárat. Ez egy világháború. Bázis terület sorsolás. Elfelé pedig Bökönyénél nagy, és kújik... Terjeszd ki a birodalmad! Kújik... Válaszolj gyorsan! Még... Hát... Kis romolvasnak a nevét. Tök mindegy. Várjunk. Igazítok egy kicsit a fülhallgatóval, dugatozok itt, elnézést kérek. Hallatszik biztos az haja, és na mindegy, területeket foglalunk már rögtön. Egyet ide. És egyet oda. Na. Jóvalóan a bántja, most is fogunk találkozni a héten szombaton. Nem tudom még, hogy esznek a programok. Válaszolj de gyorsan! nem tudunk még videókat csinálni. Melyik éve halt meg Galilei... Galilei Csillagász halvány, gőzöm sincs, 1829... 1642, úristen! Hatázas évek. Körülbelül már 18-as és 15-as szintén is ezeket. Egy mással fognak foglalkozni. Válaszolj gyorsan! Ezerkettőarminc a normális vagy? Válaszolj gyorsan! Mit számolok én, Istenem? Válaszolj gyorsan! Úristen. Hát ez így nekünk frankó. Válaszolj gyorsan! Három atom, ez normális ez a játékos. Kezdődjön a csata! Azt is esküszöm, normális ez a gondolattal.
válaszolj! És utána kiválaszoltuk a hülyeséget, a legrosszabbat. Jaj. Görög. Hogy ne tudnám ezt? Latin, hogy nem tudod, te normális eszű vagy egyáltalán? Oncsunk vérbeli támadást, az ördög a vára jöjjön. Válaszolj! Milyen eredetű az anyja? Olasz. Rizdő olasz. Ó, amerikai úr is, hülye. Na, hát ebből hamarja leszom, ebből ezt hamarja veszük. Válaszolj! Ki nem találkozott az officiálrel? Hát Roosevelt. Válaszolj gyorsan! I don't know. Ötvenet tényleg. Na, ez könnyű lesz így. Válaszolj! Összítem átvágja. Válaszolj gyorsan! Ja nem. Ez 16. Hát nem letelom azt a vára, de... Meg elég egyértelmű volt ez is, hogy félre mondja az, aki olvashatatlan nevű. Válaszolj! Meg majd egyártott az Austin Rover. Ő! A rossz az Isten jóját. Melyik állítás nem igaz a London Tower Bridge-re? Nem gondolom, hogy magyar volt a tervezője, és nem is volt. Válaszolj. Az ábja közül meg sporton nyert román színekben aranyérmet. Mikrovrát, hát ezt nem tudtam. Ő se? De semmit nem tud szinte, bazd meg. De amíg az első helyünk, első helyem teljesen biztonságban van. Mi az e-mail? Elektronikus jelje. Postafiók. Bedőltek a postafióknak mind a kettőre állás. Na, látta le beszkál. Ez a kérdéska ezek ellen. Na, szarkák. Kik a szarkák? Kiknek a becenőhe szarkák? Vizdő szarkák. Webcaster United. Egyikük se tudta, mondjuk. Na, kit elmad? Én! Le kell omlasztani a várat, mert csak egy körre van hátra. Egy országból vásároltak a BKV, az EU, a Szovjetunió. Típusú trolibuszokat. Válaszolj gyorsan! I don't know, 30 mondjuk, 15.
És bassza, megötte közelben a típje, hát ez nem fog menni, de az első helyünk akkor is teljesen biztos. Még az én váramat akar alomasztani még, mert... I don't know. Csak tíz volt. Ez tűnt a legegyértelmű tűnőbbnek. Na, verészd a támadás. Úgy tudtam, bazd meg. Személyemből könnyű nése tudja, de tudja, bazd meg. Ne. Ne tud. Jó, azért. Köszönöm. Így megmaradt teljesen biztosan az első hely. 2800 pont a 2200 és 1800 pont ellen. Győzelem! Hazám! Ha. Találkozunk a következő videóban még. Mielőtt megmutatom az arányokat. Hát 9-ből 6 volt a jó. Az 67%-os teljesítmény, és 9-ből 5 volt a jó. Ez a félreválaszos kérdés, és 9-ből 5 a megnyert tippek. Átlagos tipppontosság 44%. Hát az átlagom még szinte simán 50 felett. Na, hello mindenkinek!